Sziasztok, jó napot! Mai vendégünk Nagy Gyuri Árpád, aki a kenyeres birtok képviseletében kereste fel iskolánkat. Miért pont a táncsiskolát választotta a nemes felajánlás céljaként? Szervusztok! Ez egyértelmű volt azonnal, amikor arra került a sor, hogy mi melyik iskolát választjuk. Én is, gyermekeim is ide jártunk ebben az iskolába, illetve édesapám is itt volt igazgató. Mutassa be a céget, aki a felajánlást tette. A kenyeres birtok egy franchise rendszerben működő büfékocsi, akinek a tulajdonosa Kenyeres Zoltán, egy farmmal rendelkezik, ott van több mint 1000 szürkemarha, és ezekből a szürkemarhákból, csak kizárólag ezekből a szürkemarhákból előállított alapanyagokat használjuk fel a büfékocsiban, a húspogácsákat is, illetve van egy péksége, ott pedig a bucit állítjuk elő. És emellett még készítményeket is árulunk a büfékocsiba, különböző szalámikat, sonkákat. Hol és meddig lehet beváltani ezt a kupont, és helyben fogyasztásra van a lehetőség? Ezt a kupont Cegléden a Rákóczi út 16 szám alatt működő büfékocsiban lehet beváltani április 30-áig, és helyben fogyasztási lehetőség is van természetesen. Más intézmények is részesültek ilyen felajánlásban? Ez az első lépésben ez egy próba felajánlás, és mivel hogy a két legrégebb óta működő büfékocsi a Cegléd és a Kecskemét, így a tulajdonos úgy döntött, hogy ebben a két városban egy-egy intézményt kiválasztunk, és Kecskeméten az üzemeltető kislányai, ahova járnak iskolát, azt választották, Cegléden meg a Táncsics Mihály általános iskolát, és hogyha jól beválik ez a promóció, ez a marketing, és a gyerekek is szeretik a hamburgert, akkor tovább fogunk lépni, és Baján is, Vecsésen is bevonunk különböző intézményeket, és valószínűleg Cegléden is, majd más iskolák is bekerülnek ebbe a marketing rendszerbe. Mióta működik a kenyeres birtok, és milyen ételeket árulnak még a hamburgeren kívül? 2021. január 28-án nyitottuk Cegléden. Egy pár hónappal előtte már egy kisebb kocsi Baján működött, és utána folyamatosan tavaly még kettő, az idén már kettő ilyen kocsi nyílt az ország különböző részein. Az alap étel, amit mi kínálunk, az a hamburger. Ez egy 100%-ban szürke maga a hamburger. Van egy különlegességünk is, az a tépet húsos szendvics, ami egy különleges eljárással készül. 6 órán keresztül egy teljes nagy, másfél-két kilós húsrész befűszerezve pékkemencébe kerül sütésre 150 fokon, majd utána egy gép széttépi a húst, és a kisült, nagyon finom levet visszaforgatja a húsba, és utána azt sütjük meg, mi melegítjük fel a roslapon, és ez kerül bele a buciba. De már kínálunk grillkolbászt is háromféle ízesítésben, illetve hátszínes szendvicset és bélszíntálat is. És miért pont szürkemarha húsból készülnek a pogácsák? Azért, mert a tulajdonos úgy gondolta, hogy szeretné ezt az őshonos állatot megmenteni, és először csak dísznek tartotta őket, mert úgy gondolta, hogy szép állatok. De ez olyan mértékig nőtt, hogy több kisebb tenyészetet megvásárolt, megmentett a csőtől, és így hirtelen összejött neki több mint 1000 állat. De ez az 1000 állat, ez már akkora mértéket képvisel, amit kereskedelmi módon is meg kell oldani, és valahogy meg kell oldani ennek a húsának az értékesítését, hogy az állat ugyanúgy fennmaradjon, és tovább tudjon élni ez a nagyon szép őshonos magyar állat. Nagyon szépen köszönjük a felajánlást, és minél több vásárlót és fogyasztót kívánunk a jó idő beköszöntével. A kupon tulajdonosának pedig jó étvágyat kívánok a finom hamburgerek elfogyasztásához.